olyan választás, ahol ennyire különbözőek az esélyek, hát egy ellenzéknek gyakorlatilag minimális lehetősége van elmondani, amit akar egy kampányban, a kormány pedig évekig 100 milliárdot ér kampányban, ez nem tisztességes választás, és valamilyen módját a tiltakozásnak meg kellett találni. Én ezt választottam, hogy ezen az álságos, úgymond ünnepélyes alkalmon, ahol majd fanfárokkal bevonulnak a magyar zászlók, szépen énekelnek, és még egyszer mondom, köztörvényes bűnözők is leteszik az estük, amiben nem veszek részt. Későbbiekben le fogom tenni az estük, de mindent meg fogok tenni, hogy úgy dolgozok, hogy ezen nem legitimáljon. Mit szól hozzá, hogy ön az egyetlen ellenzéki képviselőként, és a többiek mindben tűrnek, ahogy ön mondja ezen a hát idézőjelben ünnepélyes alkalmon. Picit... A saját frakciótársai. Igen, együtt vonultak be a jelentések. Én egy picit sajnálom ezt, megpróbáltam erre rávenni az ellenzéki kollégákat. Lehet, hogy én is ilyen hezitálónak tűnök, meg bizonytalannak tűnök, de én azt gondolom, hogy ma az az ellenzéki politikus, akiben nincs valami bizonytalanság emiatt az eredmény miatt és ezek miatt a körülmények miatt, az nem gondolja teljesen a helyzetnek a súlyosságát. Én azzal, hogy itt kint vagyok, én a helyzet súlyosságáért szeretném felhívni a figyelmet. Én nagyon remélem, hogy az ellenzéki képviselők, a többiek is meg fogják majd találni annak a módját.